Sziasztok, itt vagyunk Mária Pócson a Szent Bazilikánál, és ennek a bazilikának van egy nagyon-nagyon híres története, amit Betty el is fog nekünk mondani. Igen. Sziasztok, Pap Bettina vagyok, és most én bemutatom a kegyetlen Szent Bazilikát. Figyeljetek, nagyon-nagyon lesz. Na, akkor lássuk. Meséld el nekünk a történetet, tehát mi volt itt? Ki járt itt, stb. Minden? Volt itt a pápa is. Igen. És mikor még ez a nagy templom nem volt, akkor csak egy kis fa templom volt, és volt egy kegykép, és az a kép egyszer csak magától elkezdett kövezni. Az emberek sorban oda mentek, megpuszilkatták, és kiderült, hogy utána elment egy nagyon beteg bácsi, megpuszítta a képet, másnap a jobban lett. Szóval, ahol most itt állunk, itt szoktak lenni a nagy misék, meg a negyedikesek itt szoktak elsőáldozni. Nagyon jó. És a kép az merre található? Azt meg lehet tekinteni? Persze, gyertek velem. Na, megnézzük a képet. Itt vagyunk a Szent Bazilika előtt. Mm-hmm. Igen. És most belépünk a kapuján. Na, jó, nézzük meg akkor ezt a képet szerintem. Ezt a tartalmat nem légy felújtunk rá. Nemrég lett a templom felújítva, és megtudtuk. Van még egy történet. Volt egyszer egy olyan, hogy elvitték, megcsináltatni a képet, mert már nagyon mindenki megpuszilgatta, meg megsimogatta, és teljesen elmosódott a kép. Utána megcsinálták, és azt hitték, hogy Mária, aki itt van, ő most nagyon szomorú, de egyszer csak rájöttek, hogy mosolyog. Látjátok, itt lehet látni, hogy mosolyog. Igen, mert néha úgy néz, olyan, ha szomorú lenne, de közben, ha megnézed jobban, akkor mosolyog, ugye? Igen. Az egyik szeme sír, a másik és az mellett. Eredeti kép itt van fölöttünk. Az eredeti kép, ami fölötte van? Igen, az eredeti kép, ami környezet. Ha így lentről nézve, ott a mosolyog drága, mosolyogos kép. Igen. Az emberek ezt a kis képet szokták puszilgatni? Igen. Ezek másolata, ugye? Igen, ez a másolata. Te is megpuszilod, Bat? Hm? Megpuszilod, és hol szoktál meg? Hát először töröld már meg. Ha megpuszilod, utána ezzel a kendővel kell megtanulni. Aha, igen? Igen. De az előtte is törődnek. Előtte. Vat meg. Köszönjük, nagyon, tényleg nagyon érdekes ez is számunkra is. Ráadásul pláne, hogy itt a Szent Bazilika előtt lépünk fel. Nagyon-nagyon jó érzés, úgyhogy itt lesz. Nagyon várom a koncertet. Jól van, rendben. És a honlapra föl szoktál jönni? bnfmusic.hu Jó, rendben. Mondd el a honlap címünket, egy kis reklám. www.bnfmusic.hu Mi a kedvenc számod? A Vénus. Jó van, akkor ezt majd az a pápának is megnézzük, jó? Rendben, köszönjük. Akkor menjünk is fellépni, jó? Rendben. Én látszik. Aki adta volna, inkább az emberek vesznek el egy mécses, beletoknak egy 100 forintos, ide van írva, mécses 100 forint, és meggyújtják valakinek az emlékükre, hogy a valaki mit meghal. Gyertek el ide Mária Pócsra, nézzétek a Szent Bazilikát. És hallgassatok sok BNF zenét. Pap Bettina voltam. Sziasztok!